15 évvel ezelőtt is itt beszélgettünk a Gödöllői Királyi Kastélyban. Akkor 15 évvel ezelőtt mertél nagyot álmodni, és aláírtál egy világcéggel egy megállapodást. Bejött? Azt gondolom bejött, hiszen 2500 traktort értékesítettünk a fentekből 15 év alatt, ez egy óriási szám, hogyha összenézzük, akkor több mint 400 kilovattnyi traktor Magyarországon. Azt gondolom, ez egy óriási mennyiség, és akármerre jársz a világban, Magyarországon is, ugyanúgy, mint mindenütt, fendek vannak már a földeken, egyre több fenddel találkozhatsz, hogyha mész az utakon, ezek szállítanak, ezek dolgoznak a földeken, és ez nagyon sokszor megdobantja a szívemet, hogy látom, hogy ez a mi munkának az eredménye. A fent traktorokat a traktorok Mercedesének is hívják. Milyen kihívást jelentett ez akkoriban nektek, és most ez ugye folyamatosan is van? Hát folyamatosan is van, hiszen akkoriában Zetor Krisztárokról, Landinikről kellett átülni ebbe a technikába, technológiába. Akkor egy krisztálváltót javítottunk, utána rögtön átugrottunk a varióba. Ez körülbelül olyan lépés, mikor a gyerekeket első osztályba átiratnák 8. osztályba, de azt gondolom, hogy gyorsan megfeleltünk ennek a kihívásnak, és azóta is elégedettek a gazdálkodók a szolgáltatásunkkal, hiszen oda tesszük magunkat mögé, és megvan a tudásunk és akaratunk is, hogy ezeket a gépeket tudjuk karbantartani és javítani. Óriási szakmai tudás kell ezeknek a gépeknek az üzemeltetéséhez is. Veszőparipánk az utánpótlás. Valóban, hiszen a kormány mögött 50 cm az egy igen fontos dolog. Valakinek oda kell ülni, valakinek kezelni kell ezek a gépeket, és bármilyen csodálatos gépet gyártanak Márko Bedorba, hogyha azt a magyar földeken a magyar gépkezelő nem tudja kihasználni, nem tudja kihozni belőle a maximumot, akkor nem fog megfelelően dolgozni, nem fog pontos munkát végezni, vagy nem fog keveset fogyasztani az a traktor. Mi azért vagyunk, hogy ezeket megtanítsuk, és folyamatosan segítsük a gazdálkodókat, hogy a gép kezelői azok megfelelően tudják használni a kor követelményének megfelelően a legkorszerűbb technikát, ami a fentben megtalálható. Ti nagyon sok szakembert is küldtök ki a gyárba tanulni. Valóban több mint 40 szakember volt csak az elmúlt évben továbbképzésen, több mint 166 napon keresztül sajátították el a szerelőink, és ehhez jött még a két szervizmérnökök, aki kb. 40 napon keresztül még okítást kapott, és ők továbbadták tulajdonképpen, mint tanárok itt Magyarországon a gépkezelőknek, illetve a saját szervizeseinknek is a megszerzett tudást. Faffen úr hosszasan taglalta az új kombányukat. Felvetődik a kérdés mindenkiben, aki itt ült, hogy várható-e az, hogy az axiál forgalmazni fogja ezeket a kombányokat? A miniszterelnök úr is azt szokta mondani, hogy amikor odaérünk a vízpartjára, majd akkor eldöntjük, hogy hogy buszunk át rajta. Pillanatnyilag még nem vagyunk a vízpartján, én már láttam ezt a gépet egyébként kint működni, valóban egy szép, nagy, csodálatos gép, de ez a gép is, ugyanúgy, mint minden egyes kombány, több tízezer darab alkatrészből áll, 6-8000 különböző fajta alkatrészből, és mi azt gondolom nagyon fontos az, hogy ezek az alkatrészek ezek együtt tudjanak működni. Azt szeretnénk, hogyha olyan gépet forgalmaznak, amit utána büszkén tudjuk vállalni majd 5-10-15 éves munka után is, hogy ezeket forgalmaztuk, amire bátran merem írni a nevemet az oldalára, hogy ez tőlünk származik, illetve mi forgalmaztuk. Kiemelted előadásodban azt is, hogy nagyon sokat foglalkoztok ugye az utánpótlással, és középiskolai szinten, illetve hát az egyetemi szinten. És hát nem kis szerepet volt abban, hogy Alma Máterednek, a Gödöllői Szent István Egyetemnek adományoztak egy hatalmas traktort. Azt gondolom, hogy M10-i traktoron is meg lehet tanulni a szakmát, de a világ az már kicsit túlmutat ezeken a technikákon. Az volt a vágyam, hogy itt Gödöllőn, ahol én is jártam, ahol én is elsajátítottam nagyon-nagyon sok mindent, ahol tulajdonképpen mezőgazdaság gépészmérnökké neveltek, hogy itt olyan technikát tudják megmutatni, amit tényleg napra kész. És ezzel a traktorral napra kész a Gödöllői Szent István Egyetem, hiszen ilyen nagy traktor az egyetemi világban sehol sincsen. Sem Nyugat-Európában, sem Amerikában, ez Magyarországon a világszerte megtalálható sok-sok egyetem közül a legkorszerűbb gépet kapta meg. Azt gondolom, ez a lehetőséget ezt tovább kell használni, és azt szeretném, hogyha az itt tanuló fiatalok ezen edződnének, és a legkorszerűbb technikából kijöve egy korszerű Magyarországot tudnának építeni. Boldog Axiál Fent születésnapot kívánok nektek! Köszönjük szépen! Egy olyan traktor ünnepélyes átadására került sor az imént, amivel már javában dolgoznak a gödöllői egyetemisták. Hogyan szerepel ez a traktor az egyetemisták között? Ugye tavaly volt az a pillanat, amikor hivatalosan kaptunk egy Akko Fuse laboratóriumot, és akkor már megjelent
ez a csodálatos fent 1050-es az egyetemen. Az elmúlt időszakban már a diákok azért felfedezhették. Ugye amit mi ezzel kapcsolatban igazán tanítani akarunk, az nem az, hogy hogyan működik a sebességváltómű vagy egy korszerű dízelmotor, hanem elsősorban az, hogy hogyan működik az a fedélzeti informatika, az az információs rendszer, amely a korszerű mezőgazdaságban ma már nélkülözhetetlen, és hát a mérnökeink tudásából is nélkülözhetetlen. A laboratóriumnak így ez egy olyan tartozéka, amelyen nem csak az elméletet tudjuk megmutatni, hanem a gyakorlatot is. Szerencsére a hallgatók nagyon vonzódnak az új, a korszerű technológiák iránt. Nyilván az is fontos számunkra, hogy bebizonyítsuk, hogy ma már a mezőgazdaság gépesítése az nem ugyanaz, mint 50 vagy akár 30 évvel ezelőtt volt. Ezek a gépek technológiában, tudásban, felkészültségben, intelligenciában, úgy tetszik, felülmúlják a legkorszerűbb személygépkocsikat is, hogyha ezt a hallgatók saját kézből tapasztalhatják, akkor talán nagyobb kedvel tanulják az elméleti fejezeteket is. A fent az prémium márka, tehát a csúcskategóriás traktorok egyike. Az pedig, ami mögöttünk áll, az a prémium márkán belül is egy prémium darab, teljesítményben, felszereltségben, hova tovább fizikai méretben is magára vonzza a tekintetet. Ez a fent traktor, ez a legkorszerűbb technológiát képviseli ma a mezőgazdaságban, és hát büszkék vagyunk arra, hogy ezt megkaptuk a fent cégtől, illetve hát az Axiáltól. Használják egészséggel. Köszönöm szépen.